Köszöntöm a Völtségi Magazin nézőit, Deli Kinga vagyok. Mutatom mai műsorunk rövid tartalmát. Összeült a Völtségi Önkormányzatok Társulása. 26 Bográcsban főtt az étel az Ávodi Forgófesztiválon. Sokszorosára nőttek az energiaárak, bajban lesznek az önkormányzatok. A Magyar Falu programnak köszönhetően fejlődik és szépül a Parhant. A Völtségi Önkormányzatok Társulása meghallgatta egyetlen közös intézményének, a Bonyhádi Gondozási Központ vezetőjének elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolóját, majd a következő 5 évben is Sebestyén Orsolyát, az eddigi vezetőt nevezte ki a 25 települést ellátó központ vezetőjévé. Kelemen Ferencet, Izmény polgármesterét pedig a testület alelnökének választotta. Az elmúlt években olyan feladatokat sikerült közösen megoldani, melyre a települések egyedül nem lettek volna képesek önállóan. Ez mutatja meg a térségi összefogásban rejlő erőt, mondta Kelemen Ferenc, Izmény polgármestere, akit a Völtségi Önkormányzatok Társulásának polgármesterei választottak meg a testület alelnökévé. Kis települések vagyunk, és ha ez a társulás nincs, minden egyes problémát kis településnek magának kellene megoldani. Ha van egy társulás, társulásban könnyebben meg tudjuk a problémákat oldani, meg tudjuk beszélni, és így úgy gondolom, hogy közösségben sokkal egyszerűbb a probléma megoldása, mint amúgy minden kis településnek saját magának. Például mondom a szociális gondoskodást, mert ott is ugye feladat van minden településnél, és ezt így közösen egy kistérségi szinten sokkal könnyebben meg tudjuk oldani, hogy minden egyes kistelepülésnek kellene ehhez egy ember biztosítani. Így közösen megvan, és minden településnek beosztva az időt, hogy mikor ér oda a településére, és meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. És számos ilyen probléma van, amit közösségben sokkal egyszerűbben megoldunk, mint minden település külön tudna megtenni. A társulás polgármesteré meghallgatták és elfogadták egyetlen intézményük, a Bonyhádi Gondozási Központ beszámolóját. Döntésük értelmében a következő 5 esztendőben is Sebestyén Orsolya irányítja majd az egyre növekvő feladatokat ellátó gondozási központ szakmai munkáját. 2017-ben kerültem az intézmény élére, nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, hiszen az 5 év alatt nagyon sok minden történt. Gondolhatunk itt a Covid miatti feladat megbontásokra, illetőleg, hogy 3 tagintézmény egy egységként való kezelése nem egy egyszerű feladat. Az 5 évem alatt azért elmondhatom, hogy nagyon összekovácsolódott a csapatunk, minden szakfeladattal megtaláltuk a közös hangnemet. A célunk továbbra is ez, az elkövetkező 5 évre is, hogy ugyanezzel a munkamorállal folytathassuk a tevékenységünket, ugyanezzel a szakmai tevékenységet folytató kollégákkal, hiszen megtanultuk egymást kezelni, egymást támogatni, segíteni, és ez az időseknek, a családoknak a szempontjából nagyon fontos, hiszen látják, hogy egy olyan csapat áll mögöttük, akikre számíthatnak, és nem jellemző ránk a fluktuáció, tehát mindig ugyanazt a szemét kapják családgondozás szempontjából. Az igények száma folyamatosan emelkedést mutat, nagyon nehéz már sokszor összeszervezni a logisztikát, hogy mindenki megfelelő ellátásban részesüljön, és ez még csak bővülni fog véleményem szerint, hiszen gazdasági világválság közepén vagyunk, úgyhogy számítunk erre, hogy a továbbiakban is szükség lesz ránk, nagyon nagy szükség lesz ránk, mondhatom inkább így. Igyekszünk minden igényt kielégíteni, de hát a korlátaink azért szűkösek. A legfőbb problémát azonban az energiaárakban látjuk, hiszen nem lesz mindegy, hogy hogyan fogjuk tudni finanszírozni, de igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében is. A szakmai hátterem biztosított, tehát egy nagyon jó kollektívával, végzett szakemberekkel dolgozhatok, akiknek ezúton is köszönöm az 5 éves munkájukat, és ugyanígy számítok az elkövetkező 5 évben, ha sikerül a vezetői kinevezésem az ő munkájukra, hiszen így alkotunk egy csapatot, és egymás nélkül nem mennénk egyről a kettőre. A gondozási központ működtetése a Völtségi Önkormányzati Társulás költségvetésének jelentős részét, 320 millió forintot emészt fel. Elegendő ahhoz, hogy minden számlát finanszírozni tudjunk, a béreket, a rezsiköltségeket. Tanulóképzéssel is foglalkozunk, hiszen ez is hoz normatívát az intézmény számára, amiből fejleszteni tudunk. Elegendő forrás áll a rendelkezésünkre, bízunk benne, hogy a későbbiekben is így fog maradni. Minden településre elmondható, hogy növekszik az ellátottak száma, hiszen idősödő társadalom vagyunk, és egyre több a rászoruló is, tehát nem csak az idősödés miatt vagyunk kint a települések,
gyerekeken, hanem a családok miatt is. Felkészültek vagyunk, és bízunk benne, hogy menni fog továbbiakban is ugyanez a munkavégzés. Filóni Ferenc Ibolya, a testület elnöke azt mondta, a költségvetés felülvizsgálata megtörtént, fél év után a büdzsé megfelelő szinten áll. Ahhoz képest, hogy februárban, amit határoztunk, amit elgondoltunk a költségvetési rendelet elfogadásakor, az fél év során hogyan alakult, és azt látjuk, hogy jól megalapozott és konkrét számokkal alátámasztva jól gazdálkodik a társulás, ezt egy fél év tükrében el lehet mondani. Egy évben 3 alkalommal kell rendeletet módosítani, és ilyenkor átvezetésre kerülnek azok a számok, amelyek még februárban nem voltak ismertek, és az államháztartásból átvett pénzeszközöket teszi helyre a költségvetésbe, vagy azokat a döntéseket tudjuk átvezetni a rendeleten, amelyeket mi magunk a társulási ülésen hoztunk. Két példát hagyd mondjak erre, ilyen például a közművelődési pályázat, hiszen a költségvetési rendelet elfogadását követően döntött a társulás arról, hogy 2022-ben újra segíti a támogatással a településeket. Ez a pályázat már le is zajlott, 2,3 millió forintot tudtuk biztosítani a völgységi települések számára. A legtöbb program már meg is valósult a nyár folyamán, hiszen túl vagyunk nagyon sok falunapon. Ezekhez tudtunk segítséget nyújtani ekkora összegben, egy pályázat keretében, illetve a másik 500 ezer forint, amiről szintén a társulás döntött egy előző ülésen, az pedig az Együtt Egymásért Nappali Intézménynek az 500 ezer forintos támogatása, amely a megnövekedett és előre nem látható rendkívüli rezsiköltségek emelése indokolt. Ezt vezettük át például a rendeleten. A társulás tagjai most azon dolgoznak, milyen módon tudják majd a megnövekvő rezsiköltségek okozta nehézségeket közösen kezelni. Sokszínű programok várták a látogatókat a 19. alkalommal megrendezett Závodi Forgófesztiválon. Az esemény különlegessége a nagy népszerűségnek örvendő bográcsételfőző verseny volt, amire idén 26 csapat nevezett be. A rendezvényen kulturális programok is várták az érdeklődőket, a színpadon többek között hagyományőrző egyesületek fellépései biztosították a jó hangulatot. Ropogtak a fahasábok a bográcsok alatt a Závodi Forgófesztiválon. 19. alkalommal rendezték meg a faluban a népszerű eseményt, ahová nem csak a község lakosai jöttek el, hanem a környező településekről is érkeztek résztvevők. A program fő eleme a főzőverseny, amire előszeretettel neveznek be az indulók, van, aki kezdetek óta megméretteti magát. Most már 19. alkalommal főzünk. Volt olyan év, igaz, ami kimaradt, de csak azért, mert az édesapám hintózik itt, és akkor neki segítettünk. Vannak osztrák vendégeink, az édesanyámnak, a férjének ünnepeljük a születésnapját, egy ilyen meglepetés születésnap, amiről ő még nem tud, mert tárna, csütörtökön érkeztek, és most fognak érkezni a rendezvényre, úgyhogy torta van rendelve neki, maralábszár a kedvence, úgyhogy azt fogunk főzni. Volt olyan résztvevő is, aki minden évben igyekszik valamilyen kuriózummal elkápráztatni a zsűrit. Igazából mi závodiak vagyunk, és minden évben jelen vagyunk a falunapon. A család szinten szoktunk itt lenni, de nagyon sok barátunk is el szokott jönni ide a falunapra. Most az utóbbi években én főzök már, tavaly egy marrapörköltet főztem, és mindig belevizek egy kis csavart. Tavaly szilvalekváros volt, a marrapörkölt úgy készült, idén pedig egy áfonyás szarvast készítek. Mindig jó hangulatba telik el az esemény, együtt vagyunk, és így összegyűlik mindenki. A pörköltek mellett egy igazi ételkülönlegesség is színesítette a repertoárt. Ez egy sokászbab, mohácsi különlegesség, ott kezdték el annak idején először ezt készíteni. Ugye a parasztok annak idején, mikor nekiálltak kapálni a sorba, odarakták a tűz mellé, mivel ez saját magát forgatja, nincs vele sok dolog, nincs vele sok művelet, gravitáció, fizika, cirkulál benne a kaja, igazából csak egyszer rá kell kóstolni, utána fűszerezni, és elkészül saját magába. Völgységjava igazából, tehát kisvejke, mucsfa, lengyel, én jelenleg Cikón lakom, tehát, de én is kisvejke jövök, tehát szomszéd faluból jöttünk. A zsűri egyik tagja folyamatosan járta körbe a főzés helyszínét, hogy a bográcsokban rotyogó ételeket elkészítés közben is lássa. Hát elsősorban, ugye először az ember szemmel eszik. Esztétika, íz, harmónia, adalékharmónia, állag. Azt hiszem, hogy elég is lesz ennyi, hogy eldönteni ezt a sokat, mert elég sok főző van. Tudomásom szerint 26 vagy 27 bográcsban rotyog a
finomabbnál finomabb kaja. Závod polgármesterét a Bogrács mellett állva találtuk, ő is benevezett a versenyre. Stábunknak elmondta, hogy a 20 évvel ezelőtt megálmodott fesztivál minden évben teljesíti a hozzáfűzött reményeket. Összehoz baráti társaságot, rokonokat, civileket, sőt a vállalkozói szférát is egy kicsit egy olyan napra, amikor nem a munkáról szól a mindennap, hanem kicsit a kikapcsolódásról. Az idei évben 26 főzőcsapat nevezett, és a legnagyobb szerénységgel mondhatom azt, hogy én azt gondolom, hogy a környék legszínvonalasabb és legnagyszerűbb rendezvénye. Ezt mutatja természetesen a főzőcsapatoknak a száma is, a nagy száma. Ez a 26 csapat kényelmesen, barátságban, jó hangulatban itt elfér egymás mellett, és túl azon, hogy szabadtűzi bográcsi telfőző versenyről van szó, egész napos kulturális programok színesítik az esemény színpadi produkciótól egészen hajnalig tartó programokat hallhatunk, láthatunk, és természetesen párhuzamos programjaink is vannak, ami családosoknak, gyerekeknek, felnőtt résztvevőknek nyújt egy kis pluszt. Nagyon szép ásványkiállítást hoztunk idén a fesztiválra. Talán ez az első olyan esemény, amikor nem az volt az elsődleges szempont, hogy még egy lapáttal tegyünk rá, vagy még emeljünk a színvonalán, hanem inkább az volt, hogy tartsuk meg a tavalyi színvonalat, tartsuk meg azt a közönséget, akit minden évben ellátogat hozzánk. Természetesen vannak törzsgyökeres kezdő résztvevők is, illetve olyanok, akik már 20 éve velünk főznek, és itt oszlopos tagként emelik a napnak a színvonalát. Az ételek tekintetében voltak elvárások és kritériumok, ezek alapján lehetett fakanalat ragadni a nevezőknek. Nagyon fontos feltétel, hogy szabadtűzi bogrács étel főhet, tehát ami bográcsban és szabadtűzön elkészíthető. Zömében pörköltek, de ennek rengetegféle változata. Vannak vadas ételek, sertés pörköltek, van halászlé is például, és mindenféle finomság. A nap folyamán a színpadon hagyományőrző egyesületek léptek fel, este pedig koncert várta a fesztiválon résztvevőket. Nehéz időszak vár az önkormányzatokra, ugyanis a kormány határozata alapján július 1-től csak versenypiaci áron tudnak földgázt és villamos energiát vásárolni. Van olyan település, ahol minimum a négyszeresére emelkedtek a költségek, valahol pedig még ennél is többet kell majd fizetni az energiáért. A Tolna megyei Kétyen egyelőre takarékos megoldásokkal készülnek fel a téli időszakra. Már a kapuban a fűtési szezon kezdete, egyre hűvösebbek a nappalok és az éjszakák is. Lassan be kell indítani mindenhol a radiátorokat, ez viszont a megnövekedett rezsiköltségek miatt komoly fejtörést okoz, nem csak a lakosságnak, hanem a települések vezetőinek is. Ugyanis a kormány döntése értelmében az önkormányzatok ezentúl csak piaci áron tudnak földgázt és villamos energiát venni. Kétyen a kultúrház, az orvosi rendelő, a régi tűzoltószertár, az óvoda és az önkormányzat épületében is földgázzal fűtenek. Az óvoda a gázszerződés alapján a következő évben, következő évnek egy részéig még biztonságban van. Viszont a másik négy helyen eddig egyetemes szolgáltatásban voltunk, és most átkerültünk a versenypiaciba, és a kormányzat megadta azt a lehetőséget ezen fogyasztási helyekre, hogy egy úgynevezett végső menedékes státuszba kerülünk, aminek van egy fix díja, és ezen az áron kapjuk most a gázt ezekre az ingatlanokra, ami lényegesen olcsóbb, mint amit most lehet hallani, hogy a versenypiacról mennyire lehet beszerezni a gáznak a megazsúlyát. Jelenleg 4,5-szeres árat fizet az önkormányzat ezeken a helyeken a földgázra, viszont ez így még mindig olcsóbb, mintha a versenypiaci árat kellene megfizetni. Ez most egy ilyen tanuló év, nevezzük így. Most azokat az intézkedéseket próbáljuk meghozni, illetve úgy próbálunk spórolni az óvodába, hogy azokat a termeket, amiket igazából nem kell használni, azokat nem használjuk. Különféle, amit eddig nem kellett, hogy most egyik teremben 4-esen van a radiátor, a másikon 5-ösön vagy 2-esen, azokra erre most sokkal jobban odafigyelünk, illetve
mi is megteszünk mindent, és a dolgozók is meg fognak tenni mindent azért, hogy a lehető legkevesebb gázt használjuk, illetve a legkevesebb energiával. Nagyjából ugyanazt azt a hőmérsékletet érjük el. A polgármester azt mondja, igyekeznek megtalálni a középutat az óvoda fűtésével kapcsolatban is, hogy az mindenki számára elfogadható legyen. Nagyon bízom benne, hogy a szülők is megértik, mert ugye a kisgyerek lennül a földön, ő ott játszik. Tehát ott azért még hidegebb van, mint amint, hogyha föl van rakva mondjuk a hőmérő a mellmagasságba, a falon. Tehát azért ezekre a dolgokra figyelünk. Ez most egy ilyen próbaév, meglátjuk, hogy mi lesz, aztán várjuk, hogy igazából itt valami olyan megoldás szülessen, ami mindenkinek jó lesz. A község elektromos áram felhasználásával sokkal jobb a helyzet. Erről is beszélt Gödrei Zoltán. Ha nem változnak a szolgáltatóval megkötött szerződéseink, akkor a közvilágításunk az 2024. december 31-ig biztonságban van. A régi áron számolunk el a... Az összes többi fogyasztási helyen pedig 2023. 12. 31-ig. Itt, ami változás van, én csak úgy hívom, hogy az áramnak a szállítási díja. Tehát ami nem a kilowatt, tehát ami nem közvetlen a fogyasztás, hanem hogy fogyasztani tudjunk, igazából annak az ára emelkedett. Hát a közvilágításnál a drasztikusabban, a másik fogyasztásáikon ott nem annyira. Itt is megpróbálunk minden olyan intézkedést megtenni, amivel kevesebb energiát fogunk tudni felhasználni. Több településen felmerült bizonyos nem létfontosságú épületek, mint például a könyvtárak, művelődési házak bezárása a fűtési időszakra, hogy így spóroljanak az energiadíjakkal. Kéken egyelőre nincs ilyenről szó, amíg ki tudják gazdálkodni, addig minden intézmény zavartalanul működik tovább. A könyvtár, művelődési házban a törvényi előírások megfelelően azért működni fogunk, de ott is azért... lényegesebben jobban kihasználjuk annak a lehetőségét, hogy minél több megtakarítást tudjunk elérni ezeken a helyeken. A polgármester bizakodó azt mondja, mindig ahhoz a helyzethez alkalmazkodnak, ami van. Most optimalizálják a költségeket, spórolnak ott, ahol tudnak, a többi pedig a jövő zenéje. A Magyar Falu programnak köszönhetően számos új eszközt és még egy gépjárművet is sikerült beszerezni az Aparhanti önkormányzatnak. Ezentúl egy 7 személyes platós kis teherautó segíti a dolgozók munkáját, illetve új fűnyírók és egy lombfújógép is rendelkezésükre áll majd. Pályázati támogatásból egy utca útburkolatának a javítását, illetve az apari kálvárián található stációk renoválását is megvalósították. Ezentúl ez a 7 személyes kis teherautó segíti majd az Aparhanti önkormányzat dolgozóinak munkáját. Az új gépjármű beszerzése már időszerű volt, egy 23 éves autót cseréltek le erre. A tavalyi évben elnyert kommunális eszköz beszerzésére kiírt pályázaton nyert összegből vásárolták meg a járművet, valamint számos új eszközt is. Ennek keretében 10 millió forintból pályáztunk egy gépjárműre, a maradék 5 millióból pedig különböző kommunális eszközöket szereztünk be, így két lombszívót, kettő darab tolókaros fűnyírót, két darab oldalt kidobós fűnyírót, és a gépjárművet is már tavaly megrendeltük, sajnos eléggé csúszott a beszerzés, úgyhogy két hete vehettük át ezt a kis platós dupla kabinos Fiat Ducatót, amit már nagyon vártunk, mert egy 23 éves gépjárművet tudunk lecserélni végre, amivel hát nagyon sok gondunk volt az utóbbi időben. A fiúk majd itt kint fogják a területeken használni, van egy 5 hektáros szennyvíztelepünk, tehát oda kivinni a fűnyírókat, visszahozni, úgyhogy nagy területet tartunk majd karban ennek segítségével. Itt pedig már egy utcafelújítás képeit láthatjuk, szintén a közelmúltban fejeződött be ennek az útszakasznak az útburkolat javítása. A József Attila utca szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg. Ez egy 440 méteres útszakasz. 40 millió forint pályázati összeget nyertünk el a pályázatnak köszönhetően. A felújítás
2022. májusában kezdődött el. A tervek szerint úgy volt, hogy június 30-áig befejeződnek a munkálatok, de sajnos elhúzódott egészen augusztus végéig. Nagyon nagy meleg volt, úgyhogy a betonozási munkálatokat így nem merték elkezdeni, nehogy kiégjen. Úgyhogy két hete került körülbelül átadásra. Időközben a megemelkedett alapanyagárak miatt az önkormányzatnak még 2,5 millió forinttal ki kellett egészítenie a pályázati pénzt, hogy befejezhessék az útszakasz felújítását. Az új lombfújógép már is jó szolgálatot tesz, hiszen a lehulló faleveleket ezzel sokkal könnyebb egy helyre terelni, mint a lombseprűvel. A temetőt és annak környékét teszik szebbé a dolgozók. Egy másik brigád pedig az apari kálvária stációinak a renoválásán dolgozik, aminek lassan a végére érnek. Ezt is pályázati támogatásból tudták megvalósítani. Ez is egy Magyar Falu programos pályázatnak köszönhetően újul fel az apari kálvária. Minden egyes stáció új alapra lett helyezve, ezt egyébként az önkormányzati dolgozók készítették el, az alap kiásását és az újrabetonozását. A pályázat maga a stációházaknak a szétszedését, letisztítását tartalmazza, illetve a fönt látható három kereszt is új alapra került, és azoknak a tisztítása is megtörténik. A végén pedig egy új szint is fog kapni itt. Megközelítőleg 5 millió forint pályázati pénz állt rendelkezésre az emlékművek renoválására, amit augusztusban kezdtek el, és szeptember végéig szeretnének befejezni. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!